Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. Ez a Középpont, a Hit Rádió délelőtti élő műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok. 10 óra, 19 perc van. Elkezdjük az adásunkat, rohamosan terjed az afrikai sertéspest is. Már a Dunántúl is érintett, sőt Budapest egész budai oldalát fertőzöttnek minősítette a hatóság. Itt van velünk a vonalban dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kell félni? Nem kell félni, az afrikai sertéspestis vírus a ember egyáltalán nem jelent semmilyen veszélyt, sem közvetlen, sem közvetlenül. Az ember jelenti a veszélyt a vaddisznóra, a házi sertésre, hiszen a ragályfogó tárgyakkal, élelmiszerrel nagyon könnyű ezt a vírust továbbvinni, illetve az állományokat megfertőzni. Ugye, ha én ezt jól értelmezem, akkor ez a vaddisznóknál kezdődött ez a történet, és hogy már Budakeszin is elhullott vaddisznókat találtak. Ez a sertéspest is van olyan veszély, hogy mondjuk kipusztítja teljes állományt? Igen, Magyarországon csak vaddisznóban találtuk meg eddig a vírust. A vírus egy nagyon magas letalitással, nagyon agresszív vírus. A megbetegedett állatok szinte 95%-a elhullik, megdöglik, ugyanakkor nem egy ragályos betegség, állományon belül nem gyorsan terjed, így azt mondhatjuk, hogy arra nincs esély, hogy teljesen kipusztítsa a vírus a vaddisznó állományt, viszont jelentősen csökkenti a sűrűségét az adott, egy adott területen. Lehet azt tudni, hogy honnan indult és meddig fog elterjedni? Vagy meg lehet ezt állítani? Maga a vírus Európában 2008-ban Grúziában került be, és Grúziából indult ki, és hatalmas ugrásokkal jutott el a balti államokban, majd az Európai Unióba is, hozzánk is. Ugye ez is azt bizonyítja, hogy az egyik legnagyobb veszélyforrás az emberi közreműködés. Éppen ezért nagyon nehéz megmondani, hogy meddig terjedhet a betegség. Természetesen a természetes úton is terjed, vaddisznóról vaddisznóra állományon belül is terjed. Ez viszonylag lassú, évente 50 kilométert juthat előre a tudomány mai állása szerint természetes úton, de hát sajnos az élelmiszerrel, élelmiszer hulladékkal hatalmas ugrásokat tud elkövetni a vírus. Így került Belgiumba, Csehországba, vagy éppen Magyarországra is, Heves-megyébe, vagy most a Budakeszi biztos kertbe. Élelmiszer hulladékon jelen esetben mit értünk? Minden olyan élelmiszer hulladékot, amely hőkezeletlen sertéshús tartalmaz, tehát akár egy szalámis szendvics vagy egy darab kolbász is képes fertőzést okozni. De nagyon sokáig, hónapokig. De ha jól értem, akkor tehát, hogy amit megeszik a vaddisznó, ilyen ételt, abban van a fertőzés? Vagy? Igen. Uh-huh. Igen. Nagyon sokáig, hónapokig, évekig képes a vírus túlélni, és amennyiben egy ilyen élelmiszer a vaddisznóhoz vagy a házi sertéshez kerül, akkor az megbetegíti, megfertőzi. Ugye, akik aggódni szoktak, mindig azt mondják, hogy mi van akkor, hogyha egy sertéspestissel fertőzött vaddisznó pörköltet, vagy házi sertés, vagy ilyeneket teszik, de az összavajóval úgy vettem ki, hogy ez az emberre ártalmatlan. Az emberre teljesen ártalmatlan, semmi nem történik, sem akkor, ha megeszünk egy ilyen állatból készült terméket, sem akkor, hogyha egy ilyen állattal akár találkozunk is valamilyen véletlen folytán. De sajnos viszont ragályfogó tárgyal, élelmiszerrel, tehát mondjuk a pörkölt visszakerül a házi sertéshez, a pörkölt maradéka, az már okoz problémát, komoly gondot. Ugye most azt lehet hallani, hogy a hatóság egy ilyen szigorú régiót hozott, szigorúan korlátozott területet hozott létre. Ez pontosan mit jelent? Minden esetben, amikor a vaddisznó állományok között egy új területen megjelenik a betegség, akkor egy úgynevezett fertőzött területet és a körül magas kockázatú területet kell létrehozni. A fertőzött területen belül, ahol a vírus konkrétan megtalálható, ott kerül kialakításra a
szigorúan korlátozott terület, aminek az a célja, hogy megpróbáljuk megállítani a vírus terjedését, azaz ne zavarjuk a vaddisznókat, ezért van vadászati tilalom, és ezért kezdődik el a vaddisznó hullák intenzív keresése. A betegségnek ebben a fázisában, járvány ilyen fázisában ez a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy hol van a vírus, illetve hogy a vaddisznókat nyugalomban tartsuk, ne kelljen elvándorolniuk egyik helyről a másikra. Amikor elhullott tetemeket lát az ember, akkor érdemes egyébként jelezni ezt a vadásztársaságnak, vagy a nébiknek, vagy kell bárkinek szólni ilyenkor? Igen, minden turistától azt kérjük, hogy amennyiben lát ilyen tetemet, vagy adott esetben egy legyengült vaddisznót valahol, semmiképpen ne nyúljon hozzá, viszont jelezze azt az állatorvosnak, vadásztársaságnak, vagy éppen a nébik zöld számán, és akkor azt kivizsgáljuk, illetve begyűjtjük, amennyiben tetemről van szó. Ez végig fog söpörni Magyarországon, ugye már a Dunántúl is érintett, de hogy ez elmegy mondjuk egészen Győr-Moson-Sopron megye Csücskéig, vagy hogy kell ezt most elképzelni? Jelen pillanatban a Duna jobb partján csak, és kizárólag ebben a Budakeszi erdészethez tartozó körülkerített vadászterületen található meg a vírus, ezért a gyors terjedésre nem számítunk. Amennyiben kijutott ebből a kertből a vírus, vagy máshonnan bekerül, adott esetben egy újabb felelőtlen emberi magatartással más területre is bejut a vírus, akkor érintett lehet a Dunántúl is. Szóval mindenhol komoly figyelemmel kell lenni a járványvédelemre. Felelőtlen emberi magatartásról beszélt, de akkor hogy tudunk felelősen viselkedni? Attól függően, hogy milyen kapcsolódásunk van a sertéstartáshoz, vagy csak turisták vagyunk, attól függően változik ez a lehetőségünk, hogy védjük a természetet, vagy a sertéseket. Természetesen mindennek az alapja a járványvédelem, a tisztaság, a fertőtlenítés. Turisták esetében nyilván az azt jelenti, hogy próbálja meg mindenki a bakancsot lemosni, illetve karítani, ha olyan területen járt, ahol a fertőzött zóna található. Nyilván az állattartóknál ennél erősebb a járványvédelmi szükséglet, hiszen ott a állományok zártságát kell biztosítani, hogy semmiképpen ne következhessen be se közvetett, se közvetlen kapcsolat a vaddisznó és a házi sertés között. Azaz mindenki esetében az egyik legfontosabb, hogy nem szabad élelmiszer hulladékot a természetben eldobni, elszórni, a sertésnek meg a karmányként felkínálni. Hát rendkívül izgalmas ez, és nagyon reméljük, hogy megoldódik a helyzet. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvosnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.